Közel 13 órás ülés után. Szerdán este. Az úgynevezett Bécs döntött. A terrorista perben a bécsi tartományi bíróság. A 6 alperes közül 4-et elítéltek és 2-t felmentették. A határozat nem végleges, írja Kurié. 2020 novemberében egy észak-macedóniai albán család. Kuitim. Helyi ember 4 embert ölt meg és újabb 23 embert sérült meg. Az elkövetőt a rendőrség lőtte le és a helyszínen meghalt. A támadást az Iszlám Állam terrorista szervezete hajtotta végre. A 4 férfit bonyolultság elítélésére ítélték. Azzal vádolták őket, hogy segítették Kuitim bajnokságát. Az elbocsátott férfiakat nem bűnösnek találták a gyilkosságban, hanem más kisebb terrorista cselekedetek miatt elítélték, írja. A 28 éves Heydéjatollah Zélt, akinek DNS-t Kalasnikovban találták. 28 éves Heydéjatollahra ítélték, aki több hétig bajnoki lakásában élt, órákkal meglátogatta támadót támadás előtt. Edemem beismerte, 500 euróért fegyvert adott el, de tagadta, hogy tudta, mit tervez az elkövető, 22 év érték is, ha QF. Korábban ült a fejével, és tudta, ezt tudta, a férfi fantáziált a támadásról. Miután történt, az osztrák elleni terrorizmus erőteljes kritikát kapott azért, mert nem volt elegendő gondos fejezet, miközben figyelmeztette őket a veszélyre. A támadást követően a megnövekedett megfigyelést az országban az antiterrorista törvény és a vallási bűncselekmények felhatalmazta, bemutatott. A terrorista támadást követő napon megnézheti az offsite videó jelentésünket. Itt.